Köszöntöm a kedves televíziónézőket a TV21 Ungvár stúdiójából. A Profi című gazdasági magazin műsor mai adásában elsőként olyan vállalkozókat mutatunk be önöknek, akik a korábbi években sikeresen pályáztak fejlesztésekre az EGÁN-EDE gazdaságélénkítő program keretében, és idén is pályázni fognak. Majd a kárpátaljai fiatal magyar vállalkozók által szervezett üzleti tervezés képzésre látogatunk el Nagyberegre. Tartsanak velünk! Május 8-áig nyújthatják be pályázataikat turisztika és vállalkozásfejlesztés kategóriákban a vállalkozók az EGÁN-EDE alapítványhoz. Eddig közel 6000 mezőgazdász, turisztikai szakember és vállalkozó tudott az EGÁN-EDE gazdaságélénkítő programnak köszönhetően fejlődni és megerősödni. Idén turizmus kategóriában 500 millió, vállalkozásfejlesztés kategóriában 1 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, ami újabb közel 5000 jövőbeni nyertes pályázót jelent. A mezőgecsei Vári család másodszor is szeretné kihasználni a turisztikai pályázatok lehetőségét. Első körben mire pályáztak, milyen fejlesztés sikerült megvalósítani? Első körben ahhoz, hogy mi csatlakozni tudjunk a mezőgecsei vendégfogadók csoportjához, meg kellett, hogy pályázzuk ezt a pályázatot, mivel önerőből nem voltunk képesek rá, hogy fürdőszobát és konyhát biztosítsunk a vendégeknek, és nagyobb részt erre pályáztunk. Aztán a nyílászárókat cseréltük ki, a fűtésrendszer volt még a pályázatból felújítva, és a fürdőszoba, WC és a konyha. Honnan vannak általában a vendégek? Honnan jönnek általában a vendégek? Megnézhetjük akkor esetleg, hogy... Hát a vendégek nagyobb része Magyarországról érkezik, Magyarország különböző régióiból, Pest megye, Minden régióból. És mivel várják őket? Szállást, ételt, milyen ellátást biztosítanak nekik? Amikor megérkeznek, fogadjuk őket fent, és úgy van általában a vendégfogadásnál, hogy reggelit biztosítunk, napközben elmennek kirándulni, és aztán pedig vacsorával várjuk őket haza. És a reggeli másik nap újból. Ez pedig a másik vendégszobánk. Jelenleg is vendégeink vannak, most a nap folyamán oda vannak kirándulni. Mezőgecse egyébként mennyire meghatározó turisztikai szempontból a Beregvidéken, mennyire egy turisztikai központ, akár a szállásokat tekintve? Hát szerintem jó fekvésű, és közel van a városhoz, és 10 család fogad vendégeket, úgyhogy egy olyan nagyobb busz is tudunk fogadni, egy olyan 50 személyig turista csoportokat, annyit el tudunk szállásolni maga a falu. És a jövőben mire szeretnének pályázni? A jövőben szeretnénk pályázni, a másik épületen felül van kialakítva még, úgy lehet mondani, hogy 2 szobát még tudnánk kialakítani, és ott azt szeretnénk bővíteni a szobáknak a számát, plusz 2 szobával, hozzá fürdőszoba, és itt az előteret szeretnénk ilyen nappalivá átalakítani. Akkor van rá igény, látják a perspektívát a turizmusban? Igen. Van rá igény, szeretjük csinálni, és reméljük, hogy fognak jönni a vendégek. És mennyire egy biztos bevételi forrás ez a családnak a turizmus, vagy inkább ilyen kiegészítő? Hát inkább kiegészítő, mert nem rendszerességgel jönnek, nem úgy van, hogy havi szinten van. Hogyha évre felbontjuk, akkor ugye a nyári hónapok ott az, ami jellemzően, hogy több csoport jön, és akkor, hogyha felbontjuk az évi szintre, akkor úgy jön ki, hogy havi egy-egy csoport van vendégekből. Az első pályázatnál még a konyha részlet felújítva, és ez teljes mértékben a pályázatból lett megvalósítva. És egyébként, hogyha
ha nem a magyarországi támogatás, akkor tudtak volna ekkora befektetést beleinvestálni, úgymond a fejlesztésekbe? Tehát önerőből tudtak volna ilyen fejlesztést végrehajtani? Nem, nekünk ez a pályázat nagyon nagy segítség volt, mert már több éve próbáltuk, hogy megvalósítani, de önrész nem tudtuk ezt megvalósítani. Azért örülünk ennek a második pályázat kiírásának is, hogy felül még 2 szobát akkor tudunk biztosítani turistáknak, vendégeknek, és plusz 2 szobánk lenne. Szanyi Valér 1998 óta működtet Nagydobronyban egy gépműhelyt. Pontosan mi a profilotok, milyen munkákat végeztek itt a műhelyben? Hát motorfelújítással foglalkozunk, pontosabban motoregységeknek a gépi megmunkálásával foglalkozunk, és bármilyen motor alkatrészeknek a felújításával, gépi megmunkálásával. Egy ideje már ugye 2016 óta lehet pályázni vállalkozásfejlesztésre Zegened Alapítványnál. Az előző kiírásokban milyen gépekre pályáztatok itt a műhelyben? Hogyan tudtátok kihasználni eddig a pályázati lehetőségeket? Hát 2016-ban pont jókor jöttek a pályázatok, akkor ugye elég a 15-ös, 16-os évek azok elég nehezek voltak. Fejleszteni önerőből ugye nagyon nehéz volt. És 16-ban jelentek meg ugye az első pályázatok, akkor sikeresen pályáztunk is 2 újabb eszközre. 2017-ben újból volt sikeres pályázatunk. 2018-ban nem pályáztunk, mert vállalkozásfejlesztésben tavaly nem volt kiírva, viszont most újból meghirdette a Zegánede a vállalkozásfejlesztése, és ezen belül most éppen a pályázatírás folyamában vagyunk. Idén milyen gépekre van szükségetek? Milyen fejlesztés? Most nekünk a legfőbb problémánk az, hogy a hengerfejek és a motorblokkok síkfelületeit, amivel jelenleg csináljuk eszköz, az egy elég kisméretű, és erre a műveletre szeretnénk pályázni egy nagyobb új berendezésre. Mennyire költségesek egyébként ezek a gépek önerőből, mennyire tudnád ezeket megvásárolni? Az az igazság, hogy tehát támogató nélkül nehéz. A kezdetén is sikerült támogatót találnom, önerőből szinte lehetetlen ezeket a gépeket megvenni. Támogatóval viszont könnyebb, ugye 15-16-ban elég nehéz időszak volt, és pont jókor, ugye, hogy ez a pályázatok bejöttek, újból sikerült. 11-ben sikerült egy banki kölcsönhöz is hozzájutnom, akkor megint 3 újabb eszközt vásároltunk, úgyhogy, de viszont a pályázatokkal sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, ugye hát egyrészt, hogy kisebb az önerő, és tudunk fejlődni, fent tudunk maradni,
úgyhogy biztosítottabbá válik a működésünk. Hány ember dolgozik a műhelyben, hány embernek? Jelenleg 5, tehát rajtam kívül 5-en dolgozik. Na, 6-an vagyunk velem együtt. Úgyhogy. És perspektívába miben gondolkodtok? Tehát van jövője ennek a műhelynek? Ugye, hát a belső égési motorok ugye a kőolajhoz vannak kapcsolva nagyon. Ugye a személyautók azok idővel átállhatnak, ugye, a hibrid villanymeghajtás, de viszont a traktorok, a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, akár ezek még szerintünk nagyon sokáig belső égési motorral fognak működni. Szerintünk még évtizedek vannak ebben a szakmában. Ezt a gépet is a Zegánede gazdaságfejlesztési pályázat segítségével sikerült megvalósítani. Ez egy olasz szelepköszörülő gép, mindenféle szelep méret köszörülésére alkalmas, akár a személyautóktól, akár milyen nagyságú mezőgazdasági gépek is, és nagyon jó minőségben tudunk vele dolgozni, úgyhogy jó. Az a másik gép is? Ez a 2017-es pályázatban megvalósított. Ez egy univerzális morógép. Ez egy nagyon jó és pontos, nagyon sok feladatra alkalmazható szerszámgép, úgyhogy ez is a pályázatnak köszönhetően lett megvalósítva. Sikeres üzleti tervezés témakörben szervezett képzés Nagyberegen a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége. A cél gyakorlati tudás átadása vállalkozóknak. Az elméleti alapok után ugyanis a résztvevők elkészítik saját vállalkozásuk üzleti tervét. Üzleti tudatosság témakörben szervez képzést a Fiatal Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége. Huszár Péter elnök urat kérdezem, mióta tart ez a képzés, milyen múltra tekint vissza, hány fiatal kárpátaljai magyar vállalkozó vett eddig részt rajta? Szép jó reggelt kívánok! 2017-ben indítottuk az első képzésünket, ez a harmadik képzéssorozatunk. Szeretnénk és szerettük volna, amikor elindítottuk ezt a képzéssorozatot, hogy a fiatal vállalkozóknak és a fiatal gazdáknak segítsünk az akkor épp aktuálisan kiírt Egánede és gazdaságfejlesztési pályázatoknál, hogy ők is lássák, és ne csak a pályázatírókra hagyatkozva meg tudják tervezni az üzleti tervet, el tudják készíteni az üzleti tervet. Ugye a magyar állam mögöttünk áll, segít nekünk, de csak akkor, ha itt maradunk, helyben maradunk, szülőföldön maradunk. Ennek egy része az, hogy meg is tudjunk élni szülőföldön, és úgy gondoltuk, hogy az üzleti tervezés, az üzleti terv elkészítése egy nagyon fontos alapja ennek a mai kornak, és kiszámítható legyen a jövőnk, ezért kell segítsünk a gazdáknak és a fiatal vállalkozóknak az üzleti terv elkészítésében. Akár az Egánedés pályázatok, vagy a hasonló képzések, amikor ugye segítenek fejlődni vállalkozásukban a fiataloknak, mennyire segítheti akár, vagy mennyire adhat kedvet a fiataloknak, hogy merjenek vállalkozni, merjék megvalósítani az ötleteiket, mennyire vállalkozókedvűek a helyi fiatalok? Ugye rá lettek kényszerítve a fiatalok arra, hogy hivatalos vállalkozást nyissanak, és ez egy picit megrémítette őket, hogy miért, hogy és hogyan lépjünk tovább, hogyan csináljuk. Ekkor kellett, éreztük szükségességét ennek a képzésnek, hogy elindítjuk, hogy igenis papírra leírva kiszámítható legyen az, hogy honnan akarunk, hová eljutni, mit akarunk, és hogy tudunk az üzleti életben
akár egy 3 milliós pályázattal hogyan tudunk vállalkozást beindítani, hogyan tudunk üzemeltetni, és hova akarunk eljutni mondjuk 10 év múlva. Ehhez fontos az, hogy magyarországi Budapestről érkezett szakemberek az alapoktól kezdve magyarázzák el, hogy hogyan is kell egy üzleti tervet elkészíteni, mire kell odafigyelni, hol vannak a buktatók, és ha esetleg valakinek döglődik a vállalkozása, hogyan lehet azt újraindítani, vagy rávilágítani arra, hogy hol vannak a hibák benne, és ezt kiküszöbölve tovább lépni. Bani István egy villamossági szaküzlethálózat társtulajdonosa, Beregszászon nagyszülősön és Munkácson is van boltjuk, és korábban szintén részt vett már az üzleti tervezés hétvégén, amit a fiatal vállalkozók szerveztek. Először is néhány gondolatban a vállalkozásról. Mióta foglalkoztok villamossági dolgok forgalmazásával, illetve miért pont ebbe vágtatok bele? Hát történetünk 2007 őszén kezdődött. Akkoriban a Beregszászi villanytelepen dolgoztam, és észrevettünk egy olyan dolgot, hogy hát nincs akkoriban még a saját városunkban nézelődve egy normális villamossági szaküzlet, ahol egy helyen lehetett volna mindent megvásárolni. Úgyhogy akkor még a garázsból indulva elkezdtünk lassan-lassan értékesíteni villamossági termékeket. Később 2008. május 1-én nyitottuk meg első boltunkat Beregszászba. Immár ugye 11 éve dolgozunk Kárpátalja piacán, az idő alatt sikerült kiépítenünk egy kisebb hálózatot, ami Szöllős, illetve még Munkács városában üzemel. Mennyire volt nehéz a terjeszkedés, mennyire van konkurencia, mennyire túltelített ennek a piacnak ez a része a villamossági szaküzlet, illetve mennyire volt nehéz nyitni Munkács és Nagyszőlős felé? Piac telített, konkurencia van. Gyakorlatilag már nem csak a fizikai konkurenciáról, tehát az úgynevezett offline boltokról, hanem most már azért az internet is nagyon erősen kihat a piacra. Nehézségben nehéz volt, mivel teljesen egy másik városba kellett bemennünk, ahol abszolút nem vagyunk elismertek, nem ismertek és nem elismertek, mivel kellett egy másfél év ahhoz, hogy a piac minket elismerjen és lássák, hogy mennyire egy komoly szintű szaküzlet vagyunk. Úgyhogy ilyen szinten egyértelműen megküzdöttünk. A Munkácsi boltunk az még egy fél éve működik. Azt mondom, hogy elég jó tempóban haladunk, ismernek az emberek, kezdenek bennünk megbízni, de talán a legnehezebb része az egésznek ez volt, hogy tényleg meg tudjuk mutatni az embereknek a színvonalat, amit adunk, mert az ár, az bármilyen furcsa ne legyen, nem ez volt a legfontosabb. Egy portfólió, tehát egy ismeretség, ez volt, ami talán egy kicsit nehéz volt, és Szöllős példájában ez egy másfél évünkbe tellett. Most azt mondom, hogy a szöllősi boltunkat már olyan szinten ismerik, hogy sokszor az emberek azon igazodnak el. Üzleti tervezés szempontjából mit tanultál itt a fiatal vállalkozóknak a tanfolyamán fél évvel ezelőtt, az őszi időszak alatt? Hát több pozitív élményem is volt. Az első, nagyon tetszettek azok a, hát én tudom, praktikumoknak hívom, amikor kis csapatokba szedtek minket össze, és ott kellett csapatban megtanulnunk dolgozni, és ami még ilyen talán akkor nehéz volt számomra, hogy tök idegen emberrel kellett rögtön nyíltan olyan dolgokról beszélgetnem valamikor, amit talán nem mondtam volna el egy másik szituációban. Ami az üzleti tervezésben, ami az üzleti tervezést illeti, érdekes volt az, hogy tehát mennyire rendszeresen kell gondolkoznunk, mennyire fontos volt a fókuszálás és a sorrend. Tehát az első dolog volt ez, ami a missziónak a kidolgozása. Ez azért volt fontos, mert anélkül, tehát miután megtanítottak, és tényleg a leelemezvén rájöttünk már mi is, hogy még nincs egy cégnek, nincs egy vállalatnak missziója, addig ez a vállalat igazából nem is vállalat, nem is egy nagy szintű vállalat. És azután, miután ezt mi megértettük, kellett ugye kidolgoznunk a stratégiánkat, piackutatást, és úgy ez alapján dolgoztuk ki. Nem volt könnyű, de teljesen másképp nézek én ezután a világra, az üzletvilágára, miután
sikerült ebben tudást szereznem. Kezdeményezésre, amerikai támogatással zajlik az üzleti tervezés képzés. Nagyberegen Pataki Gábort, a Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnökét kérdezem, mi a programnak a lényege, mióta zajlik, te már a kezdetektől részt veszel ebben a programban. Az előző évben, 2018-ban indítottuk el a képzést. Tulajdonképpen felfrissítettünk egy olyan régi kezdeményezést, amely annak idején 2009-ben a Rákóczi Főiskolán indult, ugyanis ifjúsági üzleti program keretében ismertem meg azokat az előadókat, akik ezen a képzésen is részt vesznek, illetve később az egész mögött álló amerikai-magyar illetőt, dr. Forgács Pétert, aki igazából lelke kezdeményezője volt már a 90-es években, először Magyarországon, Erdélyben, és akkor végül Kárpátalján, Beregszászon is megvalósuló ifjúsági üzleti programnak, illetve az azt megelőző ösztöndi programnak, ami az USA-ban, Buffalo-ban, New York államban valósult meg, illetve más városokban is. Ami minket érint, és ami eddig mi hozzánk eljutott ebből a programból, az előbb említett ifjúsági üzleti program, illetve az előző évben a Fiatal Magyar Vállalkozó Szövetségének a szervezésében a hátterét mi tudtuk képviselni, valósult meg az üzleti tervezési képzés. Ugyanis azt a felismerést láttuk, hogy főleg a fiatal vállalkozóink, a célcsoport, ugye 40 éves korosztályig azok, akik nyitottak a változásra, nyitottak egy új projekt elindítására, vagy eleve úgy próbálnak most a magyar állam támogatásából ide jövő gazdaságfejlesztési programban részt venni, hogy érzik azt, tudják azt, hogy mellé szaktudás még kell. Ugye megírni egy pályázatot, az nem feltétlenül egyezik egy üzleti tervnek a mélységével. Tehát mi nem azt a képzést nyújtjuk itt, hogy hogyan lehet egy egánede pályázatot például megírni, mert az élet, az üzlet a sokkal bonyolultabb, mint egy pályázat. Tehát maga az a kérdés, hogy hogyan lehet úgy sikeres vállalkozó, hogy már előre a kezdetkor vagy az átszervezéskor látja a jövőt, egy 5-10 éven belül tud úgy pénzügyileg, mint marketing szempontból, mint az üzlet szervezése szempontjából egy működőképes konstrukciót, üzleti vállalkozást létrehozni. És van-e általános tanács a működőképes vállalkozásra, független attól, hogy valaki mezőgazdasággal foglalkozik, vagy üzletvezető, vagy fogászata van, vannak-e olyan tanácsok, amelyeket minden kárpátai magyar vállalkozónak érdemes megfogadnia? Az elmúlt évben két modulunk már végig ment, és én magam is részt vettem ezeken a képzéseken. Az előadóink először elmondták a saját maguk általános elméleti anyagaikat. Utána különféle interakciók voltak, de leginkább az mutatta meg, hogy mi a különbség mondjuk egy Budapesten gondolkodó üzletember és egy kárpátaljai között, amikor már ők bemutatták az üzleti tervéket, ugyanis egyik hétvégén kapják a képzést, elindítják a tervezésnek az útján, egy hónapig van a mentorálás, amikor e-mailben küldik az anyagokat, beszélnek a folyamatáról, majd pedig a következő hónapban jönnek és bemutatják. Na, amikor bemutatták, akkor szembesültünk igazából, hogy miben is más egy kárpátaljai fiatal vállalkozónak a gondolkodása, és amiket úgy néhány dolgot a teljesség igénye nélkül ki tudok emelni, az például az, hogy a fókusz, a rendszerezettség. Ugye mi itt Kárpátalján hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy akár vállalkozunk, akár pedagógusak vagyunk, akár mi milyen tevékenységet folytatunk, amellett több minden mást is kell végezni. Na most ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai fiatal vállalkozó vagy vállalkozó is több fókuszú, nem tud csak a saját vállalkozására koncentrálni, és ez néha szétszórtsághoz, néha összeszedettség hiányát idézi elő, és erre hívták fel a figyelmet, továbbá még olyan kérdések, hogy a pénzügyi tervezésnél nem teljes körű az átgondoltság. Mondjuk egy példát, a vállalkozó általában nem veszi figyelembe a saját maga munkáját, és nem számolja el költségként, amikor a pénzügyi tervet végzi. Utána pedig ugye szembesül akár egy őstermelő gazda, akár egy kezdő kereskedő vállalkozó, hogy nem tud azt egy olyan profitot mondjuk egy fóliaházban létrehozni, mintha kimegy külföldre és se országban vagy Németországban dolgozik.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a közösségi médiákban is. Viszontlátásra!